Sziasztok, én Fanni vagyok, és ebben a videóban megnézzük, hogy mik voltak a könyves beszerzéseim 2021 negyedik negyedévében. Úgy álltam hozzá ehhez a negyedik negyedévhez, hogy nem nagyon kellene könyvet venni, mert elég sokat költöttem évközben. Hát volt egy karácsony, meg mi egymás, úgyhogy ebben a három hónapban, vagyis októberben, novemberben és decemberben összesen 28 könyvet sikerült vennem. Októberben volt a szülinapom. Amit én rendeltem magamnak szülinapomra a bookdepóról, annak a fele nem érkezett meg, mert volt valami kis probléma a határon, úgyhogy azokat újra kellett rendelnem. Amit megkaptam végül is, ez az Avatar képregényeknek a The Search Part 2-ja, ami kicsit érdekes, mivel hogy nekem megvan első és meg a harmadik is. Csak az Istenért se volt sehol kapható a második kis könyvecske, és mikor láttam, hogy végre megint elérhető, rögtön lecsaptam rá, úgyhogy megvett a második is. A másik pedig egy e-books-os rendelésem volt, egy használt könyves rendelésem, és ez nem más, mint Percy Jackson and the Singer of Apollo, ami egy ilyen kis vékonyka izé. Egyébként ez egy Percy novella. Körülbelül 40 oldal maga a történet, meg van a végében egy ilyen kis útmutatót istenekhez, meg pár kis mini feladat, milyen játékos feladat, de mivel ez egy kis könyvecske volt a World Book Day-re, ezt nem nagyon lehetett kapni sehol, és mikor megláttam, hogy e-bookom van belőle használt példányra, ez nagyon kis szép állapotban volt, semmi baj nincs konkrétan. Úgyhogy gondoltam megrendelem, főleg, hogy szállítással együtt 3 euró volt az egész. Ezt a könyvkempingen olvastam el, amit itt megtaláltok. Ami nem ért ide, de a hónap végére mégis sikerült beérkezni, miután megrendeltem másodszor, ez a How the King of Elfheim Learned to Hate Stories című kis kiegészítő könyv a Cruel Princehez. Egyébként ez egy nagyon gyönyörű kis... nem látszik, de... és fénylős könyvecske, és illusztrált. Yes. Szóval nagyon-nagyon szép kivitelezésű könyv, és még nem olvastam ugyan, de már nagyon kéne, és nagyon kíváncsi vagyok rá, és gyönyörű, tényleg gyönyörű. A másik ilyen könyv pedig az Empire of the Vampire, ami egy monstrum, de komolyan. Ez több mint 700 oldal, lehet, hogy 800 is. Viszont nekem az illusztrált kiadás kellett, úgyhogy ez is illusztrált. Eredetileg a főszöveg fogott meg nagyon, mert amúgy a vámpirokat nem nagyon szeretem. De a főszöveg és a borító ötvözetéből nekem az ügy le, hogy nekem ez a könyv kell. Ahhoz képest, hogy ez egy gigantikus monstrum, egyszer el fogom még olvasni, tuti. Ez egy első rész, úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy mennyire fog tetszeni. Októberben az utolsó vásárlásom az használt könyves vásárlás volt. Ezt még annó ki is raktam Instagram story-ba. Sikerült megszereznem a Vampire Akadémia második és harmadik részét, ami a gyűjteményemből hiányzott. És nagyon jó áron. És szinte semmi bajuk nincsen konkrétan, mintha nem is olvasták volna. Nagyon örülök, hogy sikerült megszereznem. Tökre véletlenül találtam meg őket Facebook Marketplace-en, mikor jöttünk haza a keringőről, és jött egy értesítésem Facebookról, hogy új előadó könyvek. Jó, nézzük meg, mi az. És ezek voltak. És nagyon boldog vagyok, hogy meglettek ők. És így most már teljes a Vampire Akadémia sorozatom. Büszke vagyok magamra, mivel novemberben összesen 2 könyvet vettem. Inger vásárlás volt, szóval megláttam, és így mondtam, hogy kell. Na de hogy mi is ez? Az első kis könyv, amire azt mondtam, hogy ez kell, az egy kis pocket könyv, aminek most nem látszik semmi, nem mindegy, de ez a Nagy Gatsby, és én még automatában nem vettem könyvet, szóval pocket automatában, pedig van pocket könyvem egy darab, de azt is osztálytársam vette nekem, és tudtam, hogy Gödöllőn van pocket automata, és pont elmentünk mellette, és úgy döntöttem, hogy akkor why not, vegyünk valamit, és álltam ott úgy, hát fél órán keresztül is próbáltam kiválasztani egyet, ami végül is a Nagy Gatsby lett, amire már alapból régóta is kíváncsi vagyok. És elég érdekes volt, mivel hogy este mentünk, és az automata nincs kivilágítva, de működik. Úgyhogy fogtam a telefonomat, és zseblámpával világítottam be, hogy lássam a könyveket. És nem néztek hülyének az emberek át, ahogy mint aki éppen ki akarná rabolni az automatát. És az eltervezett vásárlásom az természetesen egy előrendelt könyv volt, az pedig Leiner Laurának az Állj mellém könyve,
amit megláttam, hogy megjelenek, és rögtön előrendeltem. Azóta ezt is elolvastam, és imádtam szokás szerint. Aztán decemberben sok könyvet sikerült szereznem, még karácsonyon kívül is, ami így... Oh my god. Az első az nem egy én magam által vett könyv. Ez Bíró Szoborsnak az Anzsuk első része, vagyis a Lilium és Vér, amit a BookTube Secret Santa-tól kaptam, úgyhogy köszönöm Enikülnek. Egyébként nemrég jöttem rá, hogy ez volt a kiadás, amit én szerettem volna, eredetileg is. Mivel aztán van egy másik borítója is, ami nem ilyen 3D-s, ez van Julilium, hanem ilyen csak sima nyomott. És borzasztóan örülök, hogy ezt vette meg, és ez azt oda jó. A következő az szintén egy ilyen ingervásárlás volt, mert nagyon gondolkoztam rajta, hogy rendeljük elő, ne rendeljük elő. Aztán meg is úgy döntöttem így egy héttel megjelenéshez, hogy nem baj, előrendeljük. És ez nem más, mint Hero a 9. Aminek az első részét, a Gideon a 9-et imádtam. És olyan szinten bennem maradt az élmény a Gideonnak, nagyon sokáig nem tudtam elengedni. Úgyhogy miután átgondoltam az életemet kétszer is, úgy döntöttem, hogy előrendelem, sajnos még nem olvastam el. És ez fáj, hogy nem olvastam el. Csodálatos az első rész, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy ez milyen lesz. Gyönyörű ez a borító egyébként. A következő egy, ez olyan vásárlás volt, hogy miért is vettem ezt meg? Című dolog. Anyukámnak előrendeltem egy könyvmai képzős könyvet, és ugye két könyvnél van ingyen szállítás, úgyhogy muszáj voltam egy másodikat is beszereznem, ami végül is a Ködés harag udvara lett, ami azért poén, mert hogy én még az első részt nem olvastam, de itt van a polcon, anyukám pedig olvasta, és így félvárról mondta, hogy rendeld meg a második részt. Úgyhogy én megrendeltem. Remélem, hogy tetszeni fog az első rész, mert már itt van a második. A következő két könyv az a Mikulás hozta féle könyves beszerzés. Az egyik az a Menedék. Hú, de fénik. Egyébként nagyon szép borítója van. Zombik vannak benne, és nagyon érzem magamon, hogy én zombis könyvet akarok olvasni. Úgyhogy... A másik pedig Moskát Anitának a Horgony hely című könyve, és ez csak azért, mert ideje lenne végre olvasnom Moskát Anitától. A következő szintén egy használt könyves vásárlás volt, és ez az Eight Will Fall, amit véletlenül megláttam Instagramon, hogy wow, de jól néz ki a borítója, és még a főszövege is jónak tűnt, és így néztem, hogy honnan kéne beszereznem, mert hogy ez a borító, ez nem olyan volt, mint amik voltak már Book Depository meg ezeken. És nekem ez a piros sokkal jobban tetszett, és kiderült, hogy ez egy Fairy Loot könyv volt. Olyan találtam előadó példányokat belőle. Gyönyörű. Mutatom, hogy nem tudom, mennyire lesz, hogy itt zuhan egy ember. Egyébként semmi extra ez a belső borító, de ez. És nem sokan mondanak túl jót erről a könyvről, de engem nem érdekel, ez bevallom, ezt borító vásárlás volt. De nézzétek, milyen gyönyörű, de komolyan. És akkor most nézzük meg, hogy miket kaptam karácsonyra, ami eléggé sok könyv. Az első ilyen az Rick Riordan-től az Apollon próbájának a harmadik része, a Lángoló labirintus, ami azt hiszem novemberben vagy decemberben jelent meg. Nagyon szerettem az első két részt belőle, azt is idén olvastam. Kíváncsi leszek rá, főleg, hogy tudom, hogy ez egy kicsit fájdalmas rész lesz. A következő egy képregény, és ez pedig az Orgyilkos osztálynak a második része, amit már ideje volt beszereznem, mert azt hiszem az első részt két éve olvastam, és azóta sem vettem meg a folytatást, pedig amúgy nagyon tetszett az első rész, úgyhogy ideje volt. De csúvás! A következő vásárlásom egy kicsit érdekesen fog hangzani, mivel ez egy első és egy harmadik rész, és csak azért nincsen második rész, mert az pont nem volt kapható. Ez egy régebbi sorozat, de mivel a harmadik rész azt hiszem ilyen 500 forint volt összesen, így azt mondtam, hogy nem érdekel kell. Ez pedig nem más, mint az Örök kísértés és a Proféta. Nagyon gyönyörűen néz ki ez a kis fénylős leveles minta rajta.
Ami ezekről a könyvekről tudok, az annyi, hogy ez a főszereplőnk azt hiszem látja a szellemeket, van benne nyomozás, ami engem így alapból ez, a két dolog, ez így instant megvesz. Úgyhogy kellett. Na, sárga lettem, hé. Következő az a Rendíthetetlen, ami egy sorozat első része, az Elveszett Flottának az első része. Amiről annyit tudok, hogy ez egy ilyen jövőben játszódó sci-fi, ha jól tudom. Elég érdekesen hangzott elsőnek a főszereplő. Megfogott. A következő könyv az Elveszett Fehér Könyv, és nem a Malek szívemet táplálom ezzel a könyvvel áll, de hogy nem. Malek. És ezt már párszor elmondtam, és még párszor el fogom mondani, hogy én az Árvédász könyveket csak azért olvasom, mert Alec is Magnus. A következő az Elementáloknak a negyedik része, a Secret, aminek a borítója, hát nem a leggyönyörűbb, és ha minden igaz, ő az ikertestvére a második részben szereplő srácnak, és egyáltalán nem hasonlítanak. De mivel én olvastam az első három részt, és egy nagy kiadás után kihozták a negyedik részt, így gondoltam, hogy akkor vegyük meg, és nézzük meg, hogy mi lesz ebből a sorozatból, főleg, hogy a harmadik rész egy kicsit úgy elvette a kedvemet a sorozattól, meg mondjuk volt egy jó pár cringe rész ebből a sorozatból, de nem érdekel, elolvassuk, és kíváncsi leszek rá. These Rebel Waves, ami a lázadó hullám magyarul. Ezzel a könyvvel találkozhattatok már a megjelenések, amiket várok 2021-ben. Kalózos könyv? Igen. Kellett emiatt? Igen, úgyhogy... A következő az a Siege and Storm, vagyis a Shadow and Bone-nak a következő része, és a második rész. Az első rész annyira nem tetszett, de annyira még lekötötte a figyelmemet, hogy kíváncsi legyek a sorozat többi részére is. Úgyhogy beszereztem a második részt is. A következő egy kicsit furán fog kijönni, mert hogy én ezeket, ilyeneket nem szoktam olvasni. Vagyis hát nem azt, hogy nem szoktam olvasni, mert a témája érdekel, de ez egy non-fiction memoár, és ez nem más, mint Szarka Józsefnek a Kulcsdalok című könyve. József a Keychrex Hungary-nél dolgozik, és több magyar metal zenekart is menedzsel, mint például a Leonderkiszt és a Matfieldet is. És mivel érdekel, hogy ő hogy kapcsolódott bele a metal világba, meg hogy milyen tapasztalatai voltak a Leonderkisszel, meg a Matfieldel is, azért így kellett, mert kíváncsi vagyok. És egyébként ezt a Leonderkiss shopból rendeltem meg, amihez volt egy ilyen kis print, amin Leander van. És minden egyes fejezet elején van egy illusztráció. És mivel engem nagyon érdekel maga a zene is, meg a témát is szeretem, meg a zenekarokról is szeretek olvasni, hogy hogy születik egy dal, mi a háttere, így nem nagyon kellett gondolkoznom rajta, hogy ez is ne kelljen nekem. Egy olyan könyv, amiben egy embernek a zenéhez fűződő kapcsolatáról van szó, hogy ő mit élt meg a zenén keresztül, meg a zenei pályán, mint menedzser. A következő két könyv az a nemrég mutatott Menedéknek a folytatásai, a Helyőrség és a Horda. Mivel akciós csomagban volt, így ha már az elsőt megrendeltem, akkor miért ne rendelhetném meg a másodiknak a harmadikat is? Meg kellett rendelnem, és kész. Én szeretem a videójátékokat. És megvettem az Assassin's Creed könyvek közül a Titkos Keresztes Háborút. Ez az első AC játékhoz készített regény, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy fogják átadni azt a rengeteg sztori mennyiséget, ami a játékokban van, egy regényben. A következő is egy videójátékos vásárlás volt, ami közben mégsem teljesen videójáték átültetés regénybe, mivel ez az Uncharted a negyedik labirintus című ajándékkönyvként választottam a rendelésem mellé. És nem tudtam, hogy ez a könyv megjelent magyarul, mert hogy én láttam már angolul, hogy az Uncharted játékok mellé bizony van egy kiegészítő regény, szóval ebben egy olyan történet van, amit a játékok nem mondanak el. Nathan Drake és kincskeresős. És egyébként tökre szép lett a dizájnja. És ez volt az utolsó karácsonyi ajándékkönyvem. De, mivel nem bírtam magammal, ezért rendeltem decemberbe Book Depository-ról, hogy majd megjönnek januárba. Nem gondoltam volna, az egyik könyv pontosan december 31-e délelőttjén meg is jön. És ez pedig a Heartstopper képregénynek az első része, és ő okozta nekem a legnagyobb meglepetést, hogy megjött még 2021-ben. Ezt már olvastam webtoonon. Pár napja
újraolvastam ebben a fizikai példányban is, és nagyon jó. Még mindig nagyon szeretem ezt a történetet is. És meglepően nagy méretű egyébként. Ezek voltak azok a könyvek, amiket 2021 negyedik negyedévében szereztem be, és könyvstoppot kéne tartanom már nagyon régóta. Erre mit csinálok? Már rendeltem több mint 10 könyvet az évben, és még csak januárban. Nem beszélünk róla, jó? Ez volt az a 28 könyv, amit a negyedik negyedévben beszereztem. A következő videóban találkozunk. Addig is, sziasztok!